Üdv újra, Török Zsolt vagyok a Freezing Moon-tól, és ebben a rövid videóban meg fogom nektek mutatni, hogyan lehet a kamera fókuszát változtatni objektumok között. Objektumok között. Nos, most nem fogom újra generálni az egész layoutot, az egész elrendezést. A blend file-t majd megtaláljátok a fórumban. A lényeg az, hogy van egy felületünk, ez nem is fontos, igazából csak a változatosság miatt tettem ide, hát ha jobban látni majd a különbséget, és van három kockánk, ami között majd váltogatom a fókuszpontot, ami lényeges. Én azt csináltam, hogy adtam mindegyikhez ugye egy különböző szint, és mindegyikre adtam egy elég erős cloud textúrát, hogy lássuk a különbséget majd, lássuk a textúrájukat ugye. És ami lényeges, az az, hogy mindegyiket elneveztem, ugye a pirosat rednek, a green, a zöldet greennek, a kéket pedig bluenak. Ugyanis a nevén fogjuk majd megkeresni ezeket, úgyhogy nagyon fontos, hogy mindent okosan elnevezzük, hogy ne elnevezzünk, hogy később megtalálhatóak legyenek. Na, akkor kezdjük is el. Kijelöljük ugye a kamerát, beállítjuk egy olyan szögbe, ami nekünk éppen megfelel. Most ez így nekem tök jó volt. És különböző távolságra elhelyezzük a tárgyakat. Aztán kijelöljük a kamerát ugyebár, és itt az object data alatt a kamera adatait nagyjából így békén hagyjuk. A limitset bekapcsoljuk, ezzel megjelenik egy hosszú vonal, ez azt mutatja, hogy meddig lát el a kameránk, és éppen hol van a fókuszpontja. És akkor, ahol a csoda történik, az ez a pici kis doboz, amiben az objektumot jelölhetjük ki, amihez éppen a fókuszpontot fogja nekünk állítani. Most például ott van hátul. Hát igazából nincs teljesen egy vonalba, de nagyjából egy vonalba van a zölddel. Aztán ugye itt van a red, akkor a piroshoz csapja hozzá, és a blue-nál ugye a bluehoz. Na most ha ezt rendereljük, akkor ugye nem történik semmi, csak látjuk a szép zavaros textúrájú kockáinkat. Ugyanis ez még csak a csoda fele, ami ahhoz kell, hogy ez működjön, ahhoz az kell, hogy átváltsunk a compositing módba. Bekapcsoljuk itt ezt a gombot, hogy Use Nodes, és aztán megjelenik nektek ez a két Composite Node. Na, most akkor hozzáadunk, tehát Shift A. Hozzáadunk egy filtert, és az alatt pedig a Defocus filtert. A Render Layerből, ez itt a Render Layer Node, az az image-et a defocusnak az image-éhez csatoljuk, azért pedig a defocusnak az éjéhez csatoljuk. Aztán hozzáadunk egy viewer-t az output alól, és a defocus image-ét ehhez csatoljuk hozzá, és ezután itt alul elérhetővé válik a backdrop. Most látjuk, hogy ezt így szépen összezilálta, és hogy használható legyen, és csak az zilálja össze, azt mossa el, ami nekünk kell, ahhoz ezt kell majd beállítgatnunk, és hogy látható legyen a különbség, most mutatom meg, hogyha a samples-t följebb nyomjátok, akkor annál kevesebb foldból fog állni a blur, vagyis az elmosás, és végül is minél magasabbra állítjátok, annál tökéletesebb, de annál tovább is tart, mint látjátok elkészíteni a kompozitot. Ezért hagyjuk csak most 16-on, nem fontos különösebben, és ami kell nekünk az a Use Z Buffer, és az F-stopot én 5-re, azt hiszem 5-re állítottam, és mint látjátok most ugye a kék volt kijelölve, ami legyen mondjuk 10, így van, a kék volt kijelölve a kameránál, tehát itt a kék van, akkor ugye a kéket fogja élessé tenni, és hogyha az pirosra állítom, és frissítek, akkor a pirosat fogja mutatni, és hogyha a zöldre állítom, akkor pedig a zöldet fogja élesen mutatni. Na most ez így még nem fog meglátszódni a végső renderben, ahhoz, hogy ez működjön, az kell, hogy a defocus ne csak a viewer node-ba csatoljuk be, hanem a Composite Node-hoz is. Ugyanis ez fogja majd a végső végeredményt adni. És az, hogy láthassuk a különbséget és három képen renderelhessük a dolgot, itt alul kiválasztjuk az első rendernek az első szlotot, nyomunk egy F12-t, megvárjuk, még elkészül a kép.
aztán kiválasztjuk a másodikat, utána váltunk kockánál, mondjuk legyen most a kék, nyomunk megint egy F12-t, aztán nyomunk egy slot 3-at, és kimaradt a piros, megint F12, így, és hogyha váltogatjuk a slotokat, akkor látjuk, hogy ez a végeredményben is meglátszik most már. Remélem hasznos volt az információ, köszönöm, hogy végignéztétek a videót, és kommentáljátok a fórumban. Ha bármi kérdésetek van, szóljatok.